Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, jó volt hallgatni a gyerekeket is, és jó rákanyarodni a mai témánkra, ami még mindig a bizony-bizony sorozatunknak a egyik mai mondata lesz azzal a címmel, hogy mit keres Isten. Mielőtt, mielőtt megnéznénk, hogy mi lesz a mai bizony-bizony mondás, hadd mutassak nektek megint egy képet. Múltkor, hát elég sok embert mutattam már nektek az elmúlt hetekben, egyedül Brezsne volt felismerve, de szerintem a mai ember talán hamarabb fel fogjuk ismerni, ki lehet ő. Hát én teljesen családok, köszönöm, végre egy ember, meggájör. Szóval a többiek lehet nem merték beismerni, vagy az, hogy nézték, vagy az, hogy olyan idősek vagyunk, hogy még néztük meg De arról volt híres ez az ember, hogy ha volt egy gyufa a kezébe, meg egy svájci bicska, akkor ő bármit megcsinált. Csak egyet hadd emeljek ki, amikor mondjuk egy orosz lezuhant műholdból épített egy sárkányrepülőt, amivel elrepült az ellenségei elől. De hogy ezt néztük, mindig az volt bennem, hogy wow, én is szeretnék ehhez érteni, hogy a semmiből valami fantasztikus dolog létrejöjjön. Hogy miköze van ennek a mai Jézus mondáshoz, az nem sokára ki fog derülni, de gyertek először kérjük azt, hogy az Isten legyen az, aki szól most hozzánk. Uram, én nagyon köszönöm neked azt, hogy Te a Mestere vagy annak, hogy valami semmiből, valami fantasztikusat hozzál létre. Valami alkalmatlanból, valami olyat, amit Te fel tudsz használni. És én azt kérem, hogy legyen ez a mai délelőtt egy olyan, amikor egyszerűen a Te jelenléted közel jön hozzánk, amikor szólsz, és amikor nem csak a fejünkben, nem csak a gondolatainkban, hanem a szívünkben értjük meg mindazt, amit mondasz. Kérlek, Drága Szent hogy jöjj, szólj hozzánk, és Tedd ezt érthetővé, alkalmazhatóvá egyedivé mindenki számára Jézus nevében. Amen. A történet, amit ma megnézünk a Bibliából, az úgy kezdődik, hogy Jézus pedig leült a templomi perselyel szemben, és nézze, hogyan dobja be a pénzt a sokaság a perselyben. Ez egy nagyon érdekes felvezetés a történetnek, hogy Jézusnak volt ideje erre például leülni, és nézni azt, hogy az emberek hozzák a templomi adományaikat, és rakják bele a perseibe a pénzt. Ez egyébként is egy látványosság volt, ugyanis az emberek, akik hozták az adományaikat, azért igyekeztek ezt nem a sötét órákra, vagy a szürke percekre hagyni, hanem a legnagyobb forgalomra, amikor a legtöbb ember fogja látni, hogy ő miket hoz, mennyi mindent, milyen nehéz az a zsák, a háta is megfájdul, ahogy hozza, és... Jaj, mennyi mindent hozok, és alig bírom el. Szóval az emberek ezzel vissza is éltek. De Jézus leült oda, és nézd, hogy mi történik ott. És azt olvassuk a folytatásban, hogy sok gazdag sokat dobott bele. Ezzel még semmi baj nem lenne. A Bibliának semmi baja nincs a pénzzel, a pénz szerelmével van baja, és ezzel a mondattal még semmi baj nem lett volna, hogy sok gazdag sokat dobott bele, áldja meg őket az Isten. Ami, viszont ez, ami miatt viszont ez nagyon érdekes, az a következő mondat, amikor ezt olvassuk, hogy jött egy szegény özvegyasszony, aki oda menve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus pedig oda hívta a tanítványait, és ezt mondta nekik, és itt jönünk a bizony részhez, bizony mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perseibe. És mielőtt megkérdeznénk, hogy de miért, Jézus maga elmagyarázza, mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyet csak volt, az egész vagyonát. Szóval a nagy kérdés, hogy mit keres Isten? Mi az, amit ő keres? Mert hogy tudjuk a Bibliából, hogy ő keres dolgokat és keres embereket. És ha végignézzük a Bibliának a legelejétől a legvégig tartó részét, azt mondhatjuk el, hogy Isten időnként kiválasztott embereket. És a választásait messziről, kívülről nézve nem mindig értenénk, hogy miért pont őt választotta. Mert volt nála sokkal szebb, magasabb, aranyosabb, ügyesebb, tehetségesebb. Miért őt választotta? Szeretném mutatni nektek néhány kis illusztrációt, jó? Döntéseket kell hozzak, melyiket válaszom ezt a... WC-papírgurigát, vagy ezt az üvegpoharat? Ki melyiket választaná? Kiválasztaná a WC-papírgurigát? Néhány dekorációba szolgáló ember jelentkezett, akik a tűzrókára ilyet gyűjtenek. Ki Kiválasztaná az üvegpoharat? A nagy többség szerintem az üveg. Mennyi tartózkodónk van oda nézzenek? Én a WC-papírgurigát választom, és nem sokára mondom, hogy miért. De nézzünk mondjuk még egy másik példát. Nézzük csak, nézzük csak. Ezt a lépegetőt, ami nem is annyira olcsó, vagy ezt a fakanalat? Melyiket választanánk? Kiválasztaná a lépegetőt? Technikusok megnyugtatnak, hogy azért egy párra jelentkeznek. Kiválasztaná a fakanalat? Oda nézzenek, mennyi éhes ember! Fakanál! Nézzünk még mondjuk egy utolsót. Ez jó lesz. Ki fogok venni innen egy kis lapocskát. És az lesz az utolsó kérdésem ebben, hogy na nézzük, mivel versenyeztessük. Jó. A pénztárcám, benne minden papírom és pénzem, vagy egy A4-es, A3-as lap. Kiválasztaná a pénztárcámat? Jó. <laughs> Kiválasztaná a papírt? Oké. Okay. Én a papírt választanám. És elmondom, hogy miért választottam ezt a hármat az előző lehetőségek közül. Azt nem mondtam el, hogy most éppen egy olyan szituációban vagyok, tegyük fel, használjuk a képzeletünket, hogy majdnem megfagyok, mert beleestem egy egyeges tóba és tüzet kellene minél gyorsabban raknom. És hogy végignéztem, és azt mondtam, hogy üvegpohár amúgy egy fantasztikus dolog, de ez nem fog égni. Ugyanígy ez a lépegető nem fog égni. A pénztárcámban meg amúgy nincsen pénz, ami éghetne, úgyhogy az se fog égni. Úgyhogy maradt ez a néhány dolog, ez jó, ez is jó, ez is jó. Ez volt a választásom mögött, így már kicsit érthető, hogy miért ezeket választottam. Hozok még egy kis, egy másik versenyt. Mondjuk nézzük meg azt, hogy egy tablet, vagy egy kulacsvíz? Kiválasztaná a tabletet? Őszintén. Oké, okay, egy páron választanátok. Kiválasztaná ezt a kulacsvizet? Jó. Oké. Okay. Én a vizet választanám, mert tegyük fel, hogy éppen a sivatagba bolyongok, és mindjárt szomolyan halok, nem sokat érnék egy alig működő lemerült tablettel. Ez viszont az életemet mentené meg. Na jó, hozok még valamit, nézzük, mondjuk, nézzük, nézzük, valami, Oké, okay. itt van mondjuk egy bontatlan tábla csokoládé, vagy egy telefon. Kiválasztaná csak itt? Jó. Nagyon éhesek vagytok. Kiválasztanál a mobiltelefont? Én a mobiltelefont választanám, nem figyeltetek. Mert épp mindennél fontosabb, hogy utolérjem a feleségemet, és mit érek egy tábla -csokéval? nem is vagyok éhes. Viszont utol kell ehhez meg kell egy telefon. Na jó, hozok még... Uh... Kiválasztaná ezt a zöld duplókockát, és kiválasztaná ezt a megépített házat? Kiválasztaná a zöld duplókockát? Jó, vannak egy páron, kiválasztaná ezt. Én is ezt választanám, mert csak duplózni akarok, és ez sokkal több, mint ez. Szóval, azért hoztam nektek ezt a néhány kis példát, hogy ha nincs mögötte egy felvezetés, hogy tegyük fel azt, hogy egy lakatlan szigeten ragadtál, és választhatsz öt tárgyat, mi legyen az, akkor, ha már játszott el ilyen játékot, tudod, hogy például egy tükör az elképesztő nagy kincs, azért mert a fényt, a napfényt visszaverve nagyon-nagyon messzire tudsz jelezni egy hajónak, egy repülőnek, tudsz villogni. Ott egészen más értelmet nyer, akár mondjuk egy ö, rádiós telefon, vagy mondjuk egy duplós játék, hogyha csak játszani szeretnél. A választásunk mögött általában meghúzódik egy szándék, hogy mi alapján választok, mire választok valamit, és mi célból választok. És amikor itt ezt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő kiválasztott ezt az özvei asszonyt, hogy ő volt az, aki lenyűgözte. Ő volt az, akire azt mondta, hogy na ez az özvegy asszony volt az. Szeretném egy kicsit megnézni, hogy Istennek a választásai mögött milyen példák vannak. Hoztam nektek néhány gyors példát az Új szövetségből, egy kicsit kalandozunk el. Amikor elmegy a próféta, hogy kiválassza a bukott Saul után a királyt, Isten megmondja neki, hogy hova menjen, és ott lesz az egyik fiú majd. Bemegy oda, és azt olvassuk, hogy amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ez gondolta magában Sámuel, biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az úr előtt. Sámuel le van nyűgözve, Isten meg el van riadva. Mert volt az előző király, Saul, akiről igazából azt tudjuk, hogy egy fejjel mindenki nem magasabb volt, és akkor mindenki azt hiszi, hogy ez jó király, nem? Jól mutat a bélyegen, jól mutat a lovon, jól mutat, hogy elmegy tárgyalni az ellenséggel, hogy micsoda nagy, hatalmas ember, de ez a király már elbukott, és az Isten elhagyta őt. De van egy ilyen elképzelés, hogy akkor milyen legyen a király, hát jó, annyira nem lesz magas, mint Saul, de az amúgy is már oda, de ez az Eliább, hát ő a legidősebb fiú, isainak a legidősebb fia, ő lesz a jó király bejön, Sámuel le van nyűgözve, jegyezzük meg, hogy egy, egy rutinos, tapasztalt profétáról beszélünk. Bemegy, és azt gondolja, hogy ő lesz a megfelelő ember. És azt mondja neki az Isten, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. És itt jön ez a híres mondat, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr azt nézi, amely a szívben van. Szóval azt látjuk, hogy itt van egy példa arra, hogy Sámuel néz valamit a szemével, nézi az emberek megjelenését, és az Isten azt mondja, hogy én nem arra nézek, amire te. Te valami alapján választanál, az én választásom teljesen más. Lehet, hogy téged lenyűgözött Eliab, meg a következő, következő és következő versenyző, én megvetem őket. Te le vagy nyűgözve, én meg elriadok tőlük. És ekkor az Istennek a választása egy kis tini srácra esik, kint a bárányok mellett, egy piros posgás kisfiú, lehet, hogy az volt Sámuel ebben, hogy biztos, hogy jól hallom én az Isten. Ő lenne király. Hát ez a holnapot sem éli meg. Hát milyen már, hogy ez milyen presszízs nekünk, hogy ő lesz az arca Izraelnek. Hát nehogy már most ne nevettessünk már. Hát elmegy valakivel tárgyalni, megkérdezik, hol a szülei. Tehát, hogy most ez, De hogy ez az ember lesz Dávid, akiről azt mondja a Biblia, hogy Isten szíve szerint való férfi. És nézd, hogy mit mond róla már az új szövetségben, az apcsál így utal vissza Istenre, hogy megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az Isten keres. És azt mondja, hogy megtaláltam Dávidot. Kerestem, 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 körülnéztem a földön, kerestem valamit. Nem a papírt, nem a duplót, én kerestem valamit, és megtaláltam Dávidot, akit kerestem. Szívem szerint való embert. És nézd, mit mond róla, aki teljesíti minden akaratomat. Szóval, hogyha szeretnéd megérteni Isten döntései mögött az indítékot, itt az egyik első. Azt mondja Dávidról, hogy aki teljesíti az akaratomat. Ezt úgy hívjuk, hogy engedelmesség. Saul azért bukott el, mert engedetlen volt. Isten kért tőle valamit, és nem csinálta meg. Volt valami, amit kért, és, ez is, és, és ő, és ő majdnem engedelmeskedett. Csak a majdnem engedelmeskedés, azt tudjuk, hogy az engedetlenség. Szóval nem volt engedelmes az Istennek, pedig ennyit kért tőle az Isten, hogy Saul, kérek tőled, valamit csinál, meg én veled leszek. Ezt nem tette meg. Lehet, hogy még ugyanolyan daliás volt, meg fantasztikus ember, de az Isten elvetette őt. És azt mondja Dávidról, hogy megtaláltam ezt a Dávidot, aki viszont szívem szerint való. Teljesíteni fogja az én akaratomat. Amikor Saul ebben elbukott, és amikor nem tette meg, amit Isten kért tőle, akkor figyelt, hogy mit, kért, mit tőle az Isten a profétán keresztül. Azt a kérdést teszi fel, hogy, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmeség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmeség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Azt mondja az Isten, hogy nekem többet ér az engedelmeség, mint az áldozat. Álljunk már meg, hát nem Isten írta elő ezeket az áldozatokat, égő, meg véres áldozat, dehogy nem. De azt mondja, hogy nekem többet ér az engedelmesség. Az, amikor valaki követ engem, amikor valaki oda teszi az életét, és amit kérek, az teszi az ő életében. És nézd, mit mond, azt mondja, olyan az engedetlenség, mint a varázslás védke. Az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az úrigéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király, mondja Isten Saulnak. Azért az erős, nem? Azt mondanánk, hogy azért ez túlzás. Azért az, hogy Saul nem volt teljesen engedelmes, hát igazából technikailag, meg valahogy értelmezve amúgy, tehát hogy így tudnánk ezt magyarázni, az Isten azt mondja, hogy ez az engedetlenség ez olyan volt előtte, mint a varázslás védke, vagy mint a bálványimádás. Ez egy nagyon nagy túlzás először a mi szemünkben, nem? Azért nem, már, hát azért nem volt báványimádó, de hogy is, meg azért nem varázsolt ő, azért nem kell ennyire lehúzni szegény Sault. Hát ő próbált, igyekezett, meg várt, de hát nem jött a próféta időben, akkor majd ő megy menteni a mentetőt, ő az ember, stb. Azt mondja az Isten, hogy nem. Az engedetlenség számomra olyan, mint a varázslás vétke. Szóval amikor Isten keres valakit ezen a földön, akkor keres egy embert, aki azt mondja az Isten, Uram, Nekem azt számít, hogy te mit mondasz. Nem az, hogy ki mit fog majd mondani, meg hogy kit nyűgözzek le engem. Azt számít, hogy mit te mondasz, ezt meg akarom tenni az életemben. Múdi elmondta, hogy neki úgy indult Istennel a kapcsolata, ugye ő az egyik legmeghatározóbb ébredési prédikátor volt a saját századában, elképesztő mennyiségű embert vezetett Istenhez. De azt mondta, hogy ő neki úgy indult a története Istennel, hogy gyerekként ott ült egy igehirdetésen, és hallotta, hogy mondta egy idős bácsi azt, hogy Vajon mire lenne képes az Isten egy emberrel, aki teljesen odaadja neki magát? Mire lenne képes? És azt mondta ez az idős bácsi, hogy a világnak még látnia kellene, hogy mire képes Isten egy átlagos emberrel, aki teljesen odaadja magát az Istennek. És azt mondta Múdi, hogy gyerekként én azt mondtam, hogy tudjátok mit? Én az leszek. Én odaadom neki magam. Megnézzük, mi fog történni. Nézzük meg, mi lesz, ha odadom magam. Nem vagyok jó, nem vagyok klassz, nem vagyok kivételes, de odadom magam, leszek az az átlagos ember, aki odadom magam az Istennek. A többi már történelem, ahogyan felbojdult a fél világ azon keresztül, amit Isten rajta keresztül végzett. Szóval az Isten keres. És hadd mutassam megint egy kis egyszerű példát. Hoztam nektek néhány állatot. Uh, ide rakom most őket sorba. És az lesz majd a feladatunk, hogy ki kell közülük válaszunk egyet. Hogyha itt megnézzük őket, akkor nagyon különleges a, a, választék. Ezzel fogok majd választani. Jó, szóval itt van akár egy ilyen, látod milyen magas ez a zsiráf? Tehát, hogy ez, ha már itt a király magasságáról volt szó, hát ez torony magasan vezet. Most nézem, hogy az egyik füle hiányzik, de még mindig nagyon magas. Van itt ilyen smaug sárkány is, van itt egy átlagos kis teknős béka, egy polip, van egy Tehén, de akár tejet is ad, és itt van a híresség, mancsőrjáratból csész kutya. Na most, hogyha választani kellene, akkor tegyük fel, hogy most én vagyok az, aki így keresgélem azt, hogy ki legyen, és, és lehet, hogy valami alapján választanál. Te választanál valami miatt, hogy ilyen a szárnya, és milyen vagány tüzet okád, milyen magas tejet ad, itt a polip, de én meg őt választanám. Azért választanám őt, mert volt benne valami, ami ami egyszerűen, ha figyelted, odarántotta magát hozzám. Ez a valami volt az, amire azt mondja az Isten, hogy szívem szerint való volt. Keresem, keresem, megtaláltam. És habár nem tud repülni, ha bár nem tud tüzet okádni, ha bár nem egy híresség a mese csatornákon, de volt valami ebben a teknősben, ami rezonálta arra, amikor kerestem. Valami oda rántott abban a pillanatban. És tudod, az Istennek a választása az ilyen. Nem, nem, a külsőt nézi. Csukott szemmel is képzeld, hogy ugyanezt történt volna. Ha egyiket se látom, akkor is oda talált volna hozzám ez a is Azért, mert nem azt kerestem, hogy milyen magas. Nem azt kerestem, hogy mire képes. Azt néztem, hogy megvan -e ez, hogy hívom és jöjjön oda hozzám. Na most, Dávidnak nem csak az engedelmesség volt egy ilyen az életében. Ez volt az egyik, hogy ilyen volt az Isten fele. Tudod, volt még két dolog, ami lenyűgöző volt Dávidban. Az egyik az, hogy amikor Saul hibázott, és ezzel Isten szembesítette, akkor Saul egy fantasztikus ember férfiként elkezdi kimagyarázni magát. Hogy azért az, na ne, nem, 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 szóval azért értsük meg a helyzetet, elkezd kifogásokat keresni, elkezdi magyarázni, stb. stb. Amikor Dávid hibázott, volt, hogy Dávid nagyobbat hibázott, mint Saul. De tudod, mit csinált? összetört, oda ment az Isten elé, és azt mondta, hogy Uram, csak ellened védkeztem. De könyörgök, hogy bocsáss meg nekem, és nevedd el de a te szent lelkedet. Kérlek, hogy most meg engem, mert nem vagyok rám méltó. Elrontottam, mindent elrontottam. Nem az volt a különbség kettejük között, hogy Saul hibázott, Dávid meg nem. Dávid többet hibázott a hosszú életes során, mint talán Saul. A nagy különbség az volt, hogy Saul kifogásokat keresett, magyarázkodott, és mindig hárított mindenki másra, Dávid maga azt mondta, hogy én vagyok az. Igen, elrontottam. És volt még egy dolog. Dávid élete vége fel, amikor már Isten nagyon magasra emeli, és megígéri neki, hogy figyelj Dávid, megerősítem a te trónodat, és, és maradandó lesz a te házad. És, és egy óriási áldás mond neki, akkor figyeld, hogy hogyan válaszol Dávid. Azt mondja az Istennek, ki vagyok én, Uram, ó Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Nagyon sok király, mire ide jut, azt mondja, hogy na azért vagyok én valaki, nem? Egész jó vagyok már. Egész jó király vagyok. Hát mekkora dicsőséget szereztem Izraelnek. Én vagyok a legjobb a csatában, a harcban. Én vagyok a leges, 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 -leg. És figyelj, mit mond Dávid, azt mondja, hogy eljuttattál engem idáig, Istenem. Nem azt mondja Dávid, hogy azért nem semmi vagyok, hogy eljutottam ide. Pedig kicsi a különbség a kettő között, nem? Azért csak eljutottam már valahova, azt mondja, eljuttattál engem. Gyönyörű, szép magyar nyelvünk, eljutottam, eljuttattál. Te voltál a cselekvő Istenem, te csináltad velem. Ez nem az én érdemem, nem én, nem én csináltam ezt az egészet. Te voltál az, aki eljuttattál engem idáig, És ki vagyok én, Uram, hogy ezt megérdemeltem, mert nem érdemeltem meg. Nem voltam olyan magas, nem voltam olyan erős, nem tudok repülni. Te voltál az, aki ezt csináltad velem. Volt benne egy olyan alázat, ami lenyűgözte az Istent, úgy hiszem. Sámuel lenyűgözte a látvány, az emberek, amit lát. És ma egy olyan világban élünk, ahol minden a látvány, nem? Tehát minden az, hogy ki hogyan néz ki. Most mindent arra építenek fel, hogy hogyan maradj még fiatal, hogyan őriz meg az arcod feszességét, hogyan tűnjél szemnek, izmosabbnak, hogyan legyen jobb a profilod, hogyan építsd fel jobban a marketinget. Minden erre megy a látványra, hogy jól nézzünk ki. De azt mondja Dávid, hogy én meg ki vagyok igazából, hogy uram, te, te csináltad. Te voltál az, aki engem eljutottál ide. Mert nem azt nézed, amit az ember lát, amit a szemmel néz, hanem te egészen mást a szívet nézed. De hadd hozzak nektek még egy-két másik példát is Dávidon túl. Jeremiás egy profita, van egy jó kis hosszú könyv az Szövetségben, egy nagyon nehéz küldetésre hívta elő Isten. És mikor elhívja a küldetésre, nagyon fiatalon, akkor ezt mondja Jeremiás az Istenek, Óra, uram, uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Ezt elmondja őszintén az Istennek. Az Istennek a válasza, az nagyon érdekes, hogy mondhatta volna neki Isten azt, hogy Jeremiás, nem is vagy már olyan fiatal. Nézd meg, hogy megnőttél. És jaj, ne kéres magad. Hát olyan ügyesen beszélsz, én felfigyeltem rád. Az elő, tegnapi érvelésed, amikor anyukáddal vitatkoztál, zseniális volt. Értezte a beszédhez. Nagyon jó vagy ebbe, Jeremiás. Hát fog ez menni. Na, gyere, mondd velem együtt. Jeremiás, jó vagyok. Mondjad, mondjad, nézd a tükörbe. Mondd, hogy jó vagyok. Isten nem felhúzta Jeremiást, hogy Jeremiás, te vagy az igazi, hanem figyelt, hogy mit mondna ki? Nem mondta, hogy fiatal vagy. Hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Isten nem azzal nyugtatta meg Jeremiást, hogy Jeremiást az egekig magasztalta, hogy mennyire király vagy Jeremiás. Te vagy a legjobb, csinálunk ilyen jeró pólókat, te leszel a híresség, a sztár. Nem, azt mondta Jeremiás, én leszek veled. Nem mondjad nekem, hogy ilyen meg olyan mert engem nem érdekelnek a kifogások. Nem érdekel. Ha észrevetted, ez a teknő is mondhatta volna, hogy ő nem tud repülni. Én meg azt mondom, hogy tud. Mert engem nem érdekelt, hogy mire nem képes. Én tudtam azt, hogyha kiválasztom, onnantól kezdve én képesé fogom tenni. És ha azt mondtam volna, hogy innen át kell menni a másik asztalra, és azt mondja a sárkány, hogy ő át tud repülni, Teknős meg azt mondja, hogy én nem tudok. Én mondom, hogy teknős, ki vagy válaszva? Te fogsz átmenni oda? Nem, lehetetlen. Nem mond nekem, hogy lehetetlen. Megfogom és átviszem. Szóval, amikor az Isten valakit kiválaszt a Bibliában, egy érdekes dolog az, hogy általában nem azokat választja, akik kívülről nézve jó választás. Amikor egy, elmész egy étterembe, láttam már ilyen filmeben, ilyen nagyon elitét termet is, és mindig lenyűgöz minket, hogy a főszereplő egy ilyen James mondos sármal elmond egy olyan menüt, vagy egy olyan italt, amit életemben nem hallottam, de tökéletes kiejtéssel elmondja, és a pincér mindig ránéz, és azt válaszolja, hogy nagyon jó választás. Egyszer, amikor voltunk egy étteremben, én választottam kólát, elmondtam, és úgy hiányzott a pincér, nem mondta rám, hogy nagyon jó választás. Az összes többit nem tudtam kimondani az étlapról. Szóval amikor Isten választ valakit, akkor az angyalok általában nem néztek körbe, hogy nagyon jó választás. Hanem lehet néztek rá, hogy biztos. Biztos? Jó, te, te, vagy a főnök, te tudod. Hadd hozzak még egy példát. Ámosz. Ő is egy proféta, egy kisebb proféta az Új Szövetségben. Isten megbízza valamivel, de elég sokan bele kötöttek ebbe az emberbe, mert hogy nem olyan volt az élet pályája, nem hivatalos proféta, a király mellett, stb. De figyelt, hogy mit mond nekik. Azt mondja Ámosz, nem vagyok én proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok, és fügét termesztek. Pásztor vagyok, és fügét terjesztek, termesztek. Ez valószínűleg egy olyan foglalkozás volt. A fügéket bevágdosták, hogy ne férgesedjenek meg. Ez, egy, ez, egy, ez, a legalja munka volt. Ez, bárki megcsinálta ezt, nem kell betanítani, oda mentél, nézd, ez. Ez sem az egész életedben. Jó, fog menni. Szóval ez az, amit a, amit a legalja, semmire kellő, hozzá nem értő emberekre bíztak rá. És akkor jön ez az ámós és mondja az Úrnak, a mindenható Adonánynak a nagy igéit, és nézek rá, hogy na nem árt, tehát, hogy te, te lennél a proféta, te mondanád meg nekünk az Isten szavát is. Annyira tetszik ebben az Ámósban. Hogy nem kezd el kardoskodni magáért, hogy de én vagyok Ámosz, és amúgy én meg nagyon ügyes vagyok, és lehet, hogy ehhez nem értek, meg nem végeztem el a proféta iskolát, de nem. Figyeld Ámós, annyira szép. Nem vagyok én proféta, se proféta tanítvány. Pásztor vagyok, és fügét termesztek. De elhívott engem az úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az úr. Erre egy is profétány népemnek Izraelnek. Szóval ezért csinálom. Annyira szép nem védi magát, nem akarja igazolni a többieknek, hogy de vagyok én olyan, mint ha elvégeztem volna a proféta iskolát, meg amúgy is múltkor valaki elvégezte és kipuskázta az egészet, meg stb. Nem, nem csinál semmit. Elmondja őszintén, nem vagyok proféta, se tanítvány, nem végeztem el semmit, marha pásztor vagyok, meg fügéttem Ennyi. De az úr oda jött hozzám, és azt mondta nekem ott a nyáj mellett, hogy valamit el kell mondjak, szóval mondom. Annyira szép, annyira gyönyörű, ahogy Ámos tudja, hogy teljesen alkalmatlan emberileg nézve erre a feladatra, de azt mondta az Istennek, hogy oké, okay, én akkor megcsinálom, engedelmes vagyok. Harmadik Henrik Bajor királyról írták a következő történetet, elég régen ért a 14. században, amikor ugye az uralkodásának a felén, felénél járt nagyjából, a teljesen elegelet mindenből. Belharcok, külharcok, mindenféle problémák, konfliktusok. És azt írják róla, hogy elment egy kolostorba, és oda ment az ottani szerzetes, szerzeteshez, és azt mondta neki, hogy kész, elegem van, megutáltam ezt az egész királyságot, meg politikát, meg mindent, én bejövök ide, és itt fogok én a kolostorba. És akkor mondta neki a szerzetes, hogy rendben, uram, de hogy ez magának nem lesz könnyű, mert hogy eddig maga mindig parancsokat osztogatott, itt meg engedelmeskednie kell majd nekem. Ó, az menni fog. Bármit mond, megteszem, én leszek a legjobb. Jó akkor az első dolog, menj vissza, és legyél egy jó király. <laughs> nem már, és aztán visszament. Mégsem élt a kolostorban élete végéig, hanem azt mondta neki ez a szerzetes, hogy Isten nem véletlenül helyezett téged oda, ahol most vagy, de akkor csináld jól, akkor legyél egy jó király. És ne magadnak én, ne az önzésednek, ne a másokat lenyűgözve vagy elnyomva, hanem legyél egy olyan király, aki szolgálod a népet. Most viszont jöjjünk egy kicsit közelebb. Megnézzünk már pár húsz szövetségi szereplőt, de kicsit közelítsünk magunkhoz, mert nem Ámusz, meg nem Dávid a nevünk, hanem egy kicsit közelebb kik vagyunk mi. Azt mondja Pálapostol a korintusi gyülekezetnek, nem biztos, hogy ennek a mondatának nagyon örültek. Nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Hát nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Ez lehetett az a pont, ahol lehet, hogy egy páran úgy azért elgondolták, hogy pál. Hát azért most egy kicsit azért most leszoltál minket. Mert ha ezt a mondatot jól értik, akkor az azt jelenti, hogy hát figyeltek, nézzük, nézzünk már magunkra. Na, nézzünk magunkra. Hát miért választott ki minket az Isten? Nem vagyunk olyan jó vételek. Tehát, hogy sem nem vagyunk túl okosak, sem nem vagyunk túl nagy hatalmasak, sem nem vagyunk előkelők. -elők. Sőt, nézd, sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok. Hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Na most ez az a pont, ahol elmondhatom azt, hogy ez még mai napig igaz. Szóval, ha követed a logikámat, akkor eljutottunk mi is oda, hogy testvérem, azért nézzünk már magunkra. Nem, nem azokat választotta ki az Isten, akik a világnak a csúcsai, meg a legjobbjai, meg a legsikeresebbek, meg a legalkalmasabbak, hanem nézzünk magunkra, kiket választott ki? Azt mondja, hogy az erőtleneket, a bolondokat, pontosan azért, hogy megmutassa így az ő erejét, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten szín előtt. Volt egy indiai férfi, aki megtért, és egy óriási ébredés indult be ott rajta keresztül, a faluba, a környező településekbe, de rengetegen, sok ezeren megtértek. És egyszer egy amerikai van beszélgetett egy misszionáriussal is, tőle megtudta, hogy ő ott a kaszt rendszernek a legaljából származott. Olyan mélyről jött, hogyha egy felsőbb kaszban levő ember hozzáért, akkor el kellett menni a gangezbe, megmosakodjon, hogy megtisztuljon, csupán attól, hogy hozzáért -e ez az emberhez. Szóval azt mondta ez a férfi, hogy tudod, én azért örülök, hogy ebbe a kaszba születtem itt. Mert ha valami magas kaszba lettem volna, és úgy hirdettem volna az igét, akkor az emberek engem elkezdtek volna imádni, meg isteníteni, mint valami herceget, vagy valami nem tudom, új buthát, vagy bárhogy. Annyira méről jöttem, annyira lenézett engem mindenki, hogy mindenki tudja, hogy ami történt rajtam keresztül, az nem én voltam, hanem az az élő Isten. És nem engem imádnak az emberek, hanem egyedül az Istent. Azt mondja Pál, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Szóval, ha végignézed a Bibliában Istennek a választásait, akkor azt nézhetjük meg, és annyi mindenkiről beszélhetnénk, beszélhetnénk Gedeonról, beszélhetnénk Mózesről, annyi emberről, hogy Isten nem azokat választotta ki, akikre mi azt mondtuk volna, hogy ez igen. Igen, én is őt indítottam volna a polgármesternek, fantasztikus ember, megértem, hogy az Isten ráadta a voksot páratlan tehetség, ezer évben egy ilyen születik. Nem ezeket választotta ki. Keresett, mindig keresett valakit. Keresett valakit, akinek a szíve az övé. Keresett valakit, aki nem ebben a földben él, itt él, két lábban, de van egy perspektívája az örökkévalóságra. És Jézus megtalálta mondjuk ezt az özvegyasszonyt. Két jelentéktelen fillérrel, a legapróbb pénzzel, ami semmit nem ér. Amit valószínűleg, hogyha este írták össze, hogy mennyi lett a mai pelszejezés, valószínűleg nem írták fel. A veszély után volt, a pont-pont-pontba. Nem nyomott semmit, nincs súlya, jelentéktelen. Jézus meg azt mondja, hogy ezt az adakozást nézték ma a mennyből is. És az az érdekes, hogy volt valaki, aki rengeteget bele. Óriási, a legtöbbet rakta bele. Ez az özvegyasszony. Mindenét odatta. És lehet, hogy ott, ha velünk beszélgetett volna, mi lebeszéltük volna erről. Ne, ne, ennyit van. Ez az összes pénzed? Hát figyelj rá, hát figyelj. És akkor, hát ebből hány napig tudsz még lenni? Hát nem sokat, de akkor erre nagyon vigyázz, valamit csináljunk. Ő meg azt mondja, hogy ezt odaadja. Az összeset. Ne. Lehet, hogy jó keresztények lebeszéltük volna. Gondolja a jövőre. Takarékoskodj. Oszd be. De Jézus azt mondja, hogy ez az asszony tudott valamit. Merem kockáztatni, az Isten szíve szerint való volt özvegy semmi jutatása nem volt, nem volt szociális háló, ami megfogja. Kiszolgáltatott volt. De van egy sejtésem, és ha mennybe leszünk, úgy hiszem, hogy igazam lesz, és bebizonyosodik. Szerintem az özvegy asszony aznap lakomázott. Vagy valami nagy pénzt kapott, vagy valaki megvendégelte, de valahogyan az Isten megmutatta, hogy gondoskodik róla. Odatta azt, amilyen volt, biztos vagyok benne, hogy nem korgóhassal feküdt le aznap este. Mert azt mondja Dávid, hogy megöregettem, de még olyat nem láttam. Olyat még nem láttam. Szóval, hogy ha Istenben bízol, és a szíved az övé, hogy megérted azt, hogy a perspektíva az örökké valóság, Dávidról azt mondják, hogy az Úrnak a harcait harcolta, nem a sajátjait. Hogyha megérted azt, hogy Isten nem sokat kért tőlünk, nem azt kéri tőlünk, hogy nyűgözzük le. Nem azt kéri tőlünk, hogy végezzük el a legjobb képzéseket, hogy mi legyünk a legjobbak, a leges-leges-leges-leg kiváltságosabb valakik. Annyit kér tőlünk, hogy a szívünket adjuk oda teljesen. A legelétől a legvégéig. Teljesen. Annyit kér tőlünk, hogy ha valamit kér az életünkben, akkor annak engedelmeskedjünk. Ennyit keres. És hogy ezt megtalálja. Hogy talál valakit, aki ezt teljes alázattal meg tudja élni akkor kapaszkodj meg is nézd hogy mire lesz képes ebben a világban ma egy ilyen emberrel. És azért csinálja ezt, mert azt mondja, hogy nem akarja, hogy az emberek dicsekedjenek előtte. Nem akarja azt, hogy ezt magunkra fogjuk, hogy mennyire ügyesek is, jók is klasszak vagyunk, pedig ezt elég hamar elhisszük magunkról. Figyelj, hogy hogy folytatja pál. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk az Isten bölcsességé, igazsággá Megszentelődésé és megváltásá. És azzal zárja, hogy aki dicsekedni akar, akkor az az Úrral dicsekedjen. A kereszténységnek a lényege az pontosan ez, ez a mondat, hogy Jézus Krisztus lett nekünk bölcsességi, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Szóval nem a saját érdemeidből leszelte bölcs, nem a saját ügyeskedéseddel fogsz megigazulni Isten előtt. Nem a saját meg, megízadok és oda teszem magam hozzáállásoddal fogsz megszentelődni. És nem a saját cselekedeteiddel leszem megváltott ember. Jézus Krisztus ez. Mindegyik. Az összes. A bölcsesség, az igazság, a megszentelődés, a megváltás. És ezért, amikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy ez mind Jézusról szól, nem? Ez mind ő. Ezt ő csinálja. Ez ő munkája az, hogy én benne vagyok. Hogy tudnék akkor én ezzel dicsekedni? Amikor valami nagyon bölcset teszel, nagyon bölcset mondasz valakinek, és azt mondják, fú, te aztán milyen bölcsember vagy. Akkor jusson eszedbe az, hogy Istenem, te vagy bennem a bölcsesség. Amikor megigazultan élsz, és, és igaz, dolgokat teszel. Ugyanez. Amikor haladsz előre a megszentelődésben, és azt veszed észre, hogy megszabadulsz a régi szokásaitól, egy új ember vagy, és, és, az, ami régen gyönyörűség volt, azt már megutáltad, és az Isten szerint élsz, és mész, és mész, és mész, egy percig se gondold azt, hogy ez miattad van. Hogy én annyira jól csinálom, én mennyivel jó vagy, mint a többi lúzer keresztény, én vagyok, aki jól csinálom ezt a megszentelődés projektet. Azt mondja Pál, hogy őt tette nekünk megszentelődésé. Őt tette nekünk megváltásá, és az ő munkája az, hogy Krisztus Jézusban vagytok. Azért, hogy senki ne dicsekedjen. Azért, hogy ne legyen közöttünk az, hogy jobb, ügyesebb, hanem az, hogy minden és minden róla szóljon. És azzal hadd fejezem be, hogy annyi sokféle választást hoztunk ma Egyszer valaki oda ment egy idős lelkészhez, és megkérdezte tőle, hogy válaszoljon most nekem? Jézus, ha hát tudta, hogy Júdás mit fog tenni, miért választotta be a csapatba? Így mondott neki az idős lelkész, hogy el sem tudom képzelni. De van egy nehezebb kérdésem, amivel sokkal többet gondolkodok mostanában. Miért választott engem? Júdáson már túlléptem, de engem miért választott? Annyira nem érdemeltem meg. Milyen nagy kegyelem az, hogy az Isten kiválasztott engem? És szeretném, hogy ide tudnánk most megérkezni, hogy az Isten kiválasztott téged a világ teremtése előtt. Azt mondja Izsaiásnak, hogy születésétől fogva emlegetem a te nevedet. És nem érti az ember nem, hogy annyira nem vagyok jó, annyira nem vagyok különleges. Van egy új fóbia, azt mondják a szociológusok, ami mostanában egyre gyakoribb, az a félelem, hogy lelepleződök, hogy mégsem vagyok különleges. Attól való félelem, hogy lelepleződök, hogy mégse vagyok annyi, amennyit mutatok. Mennyire szembe megy ezzel is, hogy azt mondja, hogy tudom, hogy mennyire látod azt, hogy nem vagy olyan, ami ennek talán mások látnak, vagy amelyek mutatod magad. És tudom, hogy, 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 de én kiválasztottalak téged. Nem azért nem idért, nem azért, mert lenyűgöztél, hanem azért, mert szeretlek. És amikor Isten elmondja ezt a népének, hogy nem azért választotta aki titeket Izrael, mert jobbak lennétek, mint a többi nép, csupán szeretlek titeket. Szeretnélek most erre hívni. Először is csak egy kicsit már meg abban a tudatban, hogy az Isten kiválasztott téged, hogy nem a zsiráfot, nem a sárkányt választotta, hanem téged kiválaszt. Mekkora dolog az, hogy az életemet odaadhatom neki. Milyen fantasztikus dolog, hogy nem valami ostobaságért kell éljek egész életemben, hanem Isten kiválasztott téged a világ teremtése előtt, hogy szent legyél, és hogy ott legyél benne elrejtve. Elhívott, hogy megismerd Ez egy fantasztikus dolog, és kinyitotta nagyra a kezét, hogy aki akar, jöjjön és vegy az élethizét ingyen. És ezek után azt mondja neked, hogy figyelj, én tudom, hogy te úgy nem tudsz repülni. Én alkottalak, tudom, hogy a technikusnak nincsen szárja. De te most repülni fogsz. Azért, mert én megfogtalak. És képzeld el, hogy milyen érdekes, amikor Isten elmondja, hogy Jeremiás, tudom, hogy nem vagy túl jó a beszédbe. Tudom, hogy még fiatal vagy, és tapasztalatlan vagy. Tudom. De nem mond nekem még egyszer. Nem mond nekem még egyszer, hogy fiatal vagy. Tudom. De te most azt fogod tenni, amit kérlek, mert én alkalmasá teszlek rá. Mert veled leszek. Mózes ott beszélget az Isten egy égű csipke bokorból, hallható hangon beszél hozzá az Isten. És elmondja, hogy Mózes, ki vagy válasz, te vagy az ember. Ötször mondja el neki Mózes, hogy nem. Nem tudok beszélni, nem vagyok jó, ebbe se vagyok jó, nem tudom, mit mondjak, nem tudom, ki vagy, nem tudom, nem tudom. Akit csak szeretnél, válasz csak ne engem, küldj mást. Az Isten ötször válaszol neki Mózes. Nem én alkottam az embert. Nem én teszek hallóvá, süketté, látóvá, vakká. Nem én vagyok az Isten. Én megyek veled, Mózes. Én leszek veled. Szeretnélek erre bátorítani. Az Isten téged is kiválasztott valamire. Kiválasztott valamire, amire alkalmatlan vagy. Amire én is alkalmatlan voltam. És ha magunkra nézünk, nekem mindig olyan jó visszagondolni arra, hogy Uram, én tudom, hogy ez nem én vagyok, amit csinálsz. Én emlékszek magamra, mielőtt veled találkoztam. Ha két emberrel kellett egyszerre beszélni, szédültem. Gyűlöltem emberek előtt megszólalni, ha az osztályba ki kellett állni, rosszul voltam. És amikor Isten elhívott, hogy bajna, szeretném ha emberek előtt beszélni, mondtam, hogy nem, én látott technikus vagyok, nincs szárnyam. Tehát, hogy miért nem más, miért nem van, én pont ilyenre alkottalak. Hogy végig tudni fogod, hogy az nem te vagy. És így dolgozik az Isten. De ma is keres valakit, keresi azt hogy van -e egy ember, aki odaadja magát teljesen. Aki azt mondja, hogy Uram, én engedelmeskedni akarok neked. Meg akarom tenni, amit mutatsz nekem. És nem csak akkor, mikor egyetértek veled. Ha csak akkor engedelmeskedünk, mikor egyetértünk Istennel, akkor az még csak egyetértés. De nem engedelmesség. Van egy olyan ember, aki alázatba marad. Aki tíz-húz év múlva is csak azt mondja, hogy Uram, ki vagyok én, hogy idáig eljuttattál engem. Nem én jutottam ide, te voltál, a vittél engem. És egy utolsó ígét hadd hozzak nektek. Azt mondja Pálapostól Apostol Timóteusról, hogy mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Ezt mondja a többi emberről, de itt emelik Timóteust, hogy ő viszont egy külön ember, azért van mellettem. És mond róla egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, kipróbált férfi ő már, aki itt volt velem a küzdelemben. Egy kipróbált ember, aki nem csak a maga dolgával törődik, mint mindenki más. Hanem lát egy nagyobb perspektívát. Megtanult halálba adni az életet, hogy mások értéljen és hogy Isten értéljen. Elvesztette, hogy megtalálja az életét. És tudod, valami ilyesmit keres ma az Isten. Nem lehet lenyűgözni őt azzal, hogy a magunk dolgával törődünk. És bármilyen magasan nő ez a zsiráf, a kés elment felette, nem érdekelte. Azt kereste. Azt az egyet kereste amikkel megvolt ez a találkozás. És szeretnélek most erre hívni. Engedd azt, hogy ez most valahogy, ha kell, akkor hely rájön a szívedbe. Hogy tudd azt mondani, hogy Uram, nem akarom többé azt nézni, ami a szem előtt van. Azt akarom nézni, ami a szívbe van. És tudom, hogy te is ezt keresed. Ezért a szívemet akarom elét hozni. Nem a látszatot, nem a kirakatot. A szívemet akarom neked hozni. És hadd mondjam még egyszer, Jézusnak nem az volt a baj aznap, hogy sokan gazdagok sokat vittek. Az volt a baj, hogy egyik se vitte a szívét. Csak ez az ő vagy asszony. Ő volt az egyetlen. Szeretnélek most erre hívni, hogy ezt találd meg újra, ha kell. Lehet, hogy szolgálod az Istent is, lehet, hogy tele vagy pöröksz ezer dologgal, de a szíved nincs ott a listán. És az azt mondja az Úr, hogy nem ezt keresem. Nem a sok szolgálatot, mert így is mondhatnánk ezt a mondatot, hogy Jézus leült és nézte a gyülekezeteket. És látta, hogy sokan sokat szolgálnak. De aztán látott valakit, aki odatta mindenét az Úrnak. És lehet, hogy nem volt látványos, lehet, hogy azt se tudták, hogy csinált aznap valamit. Vagy a héten. De a szívét odatta az Istennek is, és így szolgálta az Urat. Minden évvel. Sokszor nem az számít, hogy mit adsz oda az Úrnak, hanem, hogy mit tartasz vissza. És én erre hívlak most, hogy mondd azt, hogy Uram, minden a tiéd. Nem tartok vissza semmit. Ez a legnagyobb kaland. Ha ezt megteszed, akkor ideje bekapcsolni az övet, mert nagyon izgalmas élet vár rád, hogy meglátasd azt, hogy mire képes az Isten egy darab átlagos, szürke emberrel, aki eldönt, hogy mindenét odaadja az Istennek. Arra hívlak titeket, hogy gyertek most állj az Isten előtt csendben, és uh, szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit úgy elgondolkodni azon, egy kicsit csak hálát adni azért, hogy egyáltalán létezünk, hogy kitalált minket, hogy emlegette a nevünket, hogy a világ teremtése előtt már tervezett velünk. És egy kicsit hálát adni a kiválasztásért, azért, hogy ismerjük őt, azért, hogy szeretjük őt. És egy kicsit helyre tenni azt, hogy ez mind róla szól. Ő a bölcsesség, ő az igazság, ő a megszentelődés, ő a megváltásunk. És arra hívlak, hogyha kell, akkor ragd magad megint oda újra erre az oltára, hogy uram itt vagyok, semmit nem akarok visszavenni. Akarok járni a te utadon és odaadni neked mindent, amit csak kérsz. Drága Isten, én annyira hálás vagyok azért, hogy, hogy a te választásod az ránk esett. Én. És sovább semmi nem szólt mellettünk. A legrosszabb választások voltunk. Ez a bolygó, ez a földül, a legrosszabb választás. Annyi bajt okoztunk neked, de mégis választottál minket. Köszönöm ezt neked, Jézus. Köszönöm azt, hogy ennyire szeretsz is. Én köszönöm azt, Uram, hogy most úgy állhatunk előtted, hogy Megköszönhetjük neked ezt a kiválasztást. Megköszönhetjük azt, hogy gondoltál ránk. És szeretnénk, uram, ezt tenni. Egyszerűen csak válaszolni neked is, oda tenni az életünket a te oltárodra újra és újra és újra. És azt mondani, uram, hogy használj minket. Tudjuk, uram, hogy te velünk vagy, te velünk jössz, és ha kell, akkor a teknősök repülnek ma. Köszönöm, hogy így bízhatunk benned. És köszönöm, hogy te vagy az, aki végzed ezt a mi részünk, Uram, az, hogy gyönyörködünk benned, hogy szeretünk téged, és hogy egyszerűen csak engedelmességben járunk, és alázatban. Szeretnénk, Uram, ezt tenni ma, és holnap, és addig, amíg vissza nem jössz, minden egyes nap. Amen.